A rendkívüli hőségben be kell tartani néhány alapvető szabályt a gyógyszertárolással kapcsolatban, az esetleges hatóanyagbomlás, illetve mérgezés elkerülése érdekében, közölte az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet. Vannak olyan készítmények, amelyeknél határozottan a készítményben lévő hatóanyagok, vagy egyéb segédanyagok a hőmérséklet emelkedés hatására fokozottan bomlanak, vagy alakulnak át. Ezért mindig célszerű és javasolt a betegtájékoztatót megnézni. A betegtájékoztatóban mindig pontosan le van írva, hogy a készítményt hol célszerű, vagy hol javasolt tárolni. A hűtős gyógyszerek az 2 és 8 Celsius fok között tárolandók, a hűvös az 8 és 15 Celsius hőmérséklet között, és a szobahőmérsékletű pedig 15 és 25 Celsius fok között tároljuk. Az alapvető szabályok közé sorolták, hogy sem ablakban, sem autóban nem szabad gyógyszert tartani. Hűtőben vagy fagyasztóban is csak akkor, ha a tájékoztató nem tiltja. Érdemes csak a napi adagot magunkkal vinni, a többi gyógyszert pedig otthon megfelelő hőmérsékleten tárolni. Ha bármilyen rendellenesség észlelhető a gyógyszeren, például megváltozik a színe vagy az állaga, nagyon porlik vagy elfolyósodik, nem szabad felhasználni, mert ezek a változások legtöbbször minőségi változást jeleznek, amely hatáscsökkenéssel vagy akár nem kívánt hatás megjelenésével járhat. Remélhetőleg a gyógyszert felhasználók felelős felhasználók, és ő ismeri már azokat a készítményeket, amiket szed, hogyha lát olyan változást a készítményen, ami nem megszokott, főleg ezekben a nagy melegekben, akkor azt a gyógyszert nem szabad használni, még akkor sem, hogyha a megjelölt lejárati időn belül van a készítmény. Akkor az célszerű visszahozni a gyógyszertárban, itt vannak olyan veszélyes hulladékgyűjtők, amiben ingyen bele lehet dobni, és az ártalmatlanításáról a gyógyszergyárak gondoskodnak.